Szilvi, neked mi között van a motorozáshoz? Mióta motorozol, robogózol, hátul ülsz, vagy elől inkább? Annyi közöm van hozzá, én most próbáltam ki először. Ráadásul hát nem égett a lámpa, meg visszapillantósa volt, de itt tudok biciklizni, gondoltam, hogy robogozni is fogok tudni. Én bátor vagyok, úgyhogy is simán. Nekem nagyon tetszett, így jó játéknak tűnt, és szerintem a későbbiekben is fogok robogozni. Talma Gabit régóta ismered? Néhány hónapja ismerkedtünk meg, amikor én a Dakar Rally Teamnek vagyok háziasszonya, és egyszer pedig beszállt így pilótának. És ott ismerkedtünk meg. Aztán kialakult egy barátság, úgyhogy ide is sikerült eljönni. Nem tudom, hogy mennyire vagy olyan szinten pasis, hogy mennyire követed az ilyen technikai sportokat, akár a Gábort, akár Forma 1, MotoGP. Hát most megyek ki Barcelonába Gáborékkal, úgyhogy azt nagyon-nagyon várom. Eddig annyira nem követtem, de így, hogy így életközelben is így megtapasztaltam egy picit, így már így kezd tetszeni, mert most már azért jó pár allintúl vagyunk, úgyhogy most kíváncsi vagyok a MotoGP-re is. Na, te leszel az esenyőtartó akkor? Igen, grid girl leszek egyébként kint, úgyhogy nagyon-nagyon jó lesz. Biztos, azt mondják, hogy nagyon jó buli van kint. Az komoly feladat, azért az egész világ látni fogott téged. Szerintem már nem jövök ettől zavarba. Ugye mondtad, hogy most voltál először robogón, azért az autóban másképpen érzékeli az ember a motorosokat. Nem tudom, hogy neked volt esetleg olyan kellemetlen tapasztalatod, hogy bebújt egy motoros és nem vetted észre és koccantatok. Gondolom azért egy kicsit jobban fogsz most ezen túl így figyelni, mert azért látod a másik oldalt is. Hát én eddig is figyeltem, ugyanis nekem a legjobb barátom egy pasi. Itt 13 éve vagyunk nagyon jó barátok, és ő cross motorozott, úgyhogy nem egyszer viti motorral kocsisorok között, úgyhogy én figyelek a motorosokra, robogósokra, biciklisekre, úgyhogy ezzel eddig se volt gond, én szoktam nézni vissza a pillantókat, pedig lány vagyok. És esetleg látunk még téged itt a talmácsi felvonuláson valamikor? Biztosan fogtok még látni, mert mondom, mi teljesen jóba lettünk, és szívesen jövök velük, úgyhogy remélem, hogy még nem csak Barcelonába fogok eljutni, hanem máshová is velük.